Köszöntöm a nézőket, ez itt az Ötkarika, a Pannon televízió sportműsora, amelyben a riói nyári olimpia aktuális sporteseményeivel foglalkozunk, amint megszokhatták, minden nap délután 5 órakor láthatják műsorunkat a Pannon televízió képernyőjén, de nem csak itt, hanem az interneten is tudnak minket követni, egészen pontosan az Ötkarika Facebook profilján, amit érdemes követni és lájkolni, valamint aki szeretne részt venni nyereményjátékunkban, az a kérdésünkre is a helyes választ ide, hangsúlyoznám, üzenetek formájában küldje el. Most pedig akkor nézzük meg, hogy mit is lehet nálunk nyerni, és hogy mi a mai kérdésünk. A riói nyári olimpia alatt nézze az ötkarikát és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Europetrol töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Mai kérdésünk így szól. Hány győzelmet aratott eddig a riói olimpián a szerb férfi kosárlabda válogatott? A. 1-et. B. 1-et sem. A helyes válaszokat az ötkarika Facebook profilján üzenetek formájában várjuk. Azt hiszem, hogy mai kérdésünk sem nehéz, és aki követte az olimpia eseményeit, azon belül is a kosárlabdát, az biztosan tudja, hogy mi a helyes válasz. És most akkor még a műsor elején mondjuk el, hogy van néhány friss eredményünk. A szerb röplabdázó hölgyek 3-0-ra nyertek Kína ellen, a magyaroknál pedig Márton Anita bejutott a női súlylökés döntőjébe, de talán ami a legfontosabb, Magyarország legyőzte Japánt vízilabdában 17-7-re. Köszöntöm a stúdióban Ladószki Gyula vízilabdázót és Török Arnold a sportújságírót. Gyula, te vízilabdázó vagy, még mindig aktív játékos, hogyan értékeled ezt a hatalmas győzelmet, 10 gólos győzelem a 3 döntetlen után, mennyire mozdíthatja ki a magyar válogatottat a gödörből ez a győzelem? Köszöntöm a kedves nézőket, a magyar válogatott ma fölényes győzelmet aratott, mint azt láthatták, 17-7 volt a mérkőzés eredménye. Azt gondolom, hogy a korábbi botladozások inkább nem csak a nehezebb ellenfeleknek volt köszönhető, hanem azt gondolom, hogy a formaidőzítésről is szó lehet. Én úgy gondolom, hogy az igazán jó válogatottak a torna előre haladtával egyre jobban fognak játszani. Ezt láthatták a mai mérkőzésen is a kedves nézők, akik ezt a mérkőzést követték. Japán sokkal gyengébb játékerőt képvisel a magyar válogatottnál, de amint azt az első fordulóban láthattuk, a görögök nagyon is megszenvedtek velük, ugyanis egy gólos győzelmet arattak, mégpedig úgy, hogy az utolsó negyed előtt négy góllal vezettek a japánok, tehát az utolsó negyedét 4-0-ra nyerték a görögök, és így nyertek nagy nehezen egy góllal. Tehát meg tudnak szorongatni igenis komolyabb válogatottakat is, de továbbra is azt gondolom, hogy ez inkább a torna elejére igaz, és a torna előre haladtával egyre kevesebb meglepetés lesz. Szóval ez a japán csapat se nem olyan nagyon gyönge, vannak ezen az olimpián meglepetések, pozitívak, negatívak, talán nézzük meg az éremtáblázatot, hogy hogyan is áll, ott is vannak meglepetésnek nevezhető eredmények, például Magyarország a 6. helyen áll, őket most nem láthatjuk a tabellán, azonban holnap valószínűleg benne lesznek az első 5-ben, ugyanis az úszószámok ma hajnalban lesznek, de láthatjuk, hogy az Egyesült Államok, Kína és Japán fölényesen vezetik ezt a táblázatot. Arnold, a következő kérdésem hozzád szól. Ugye vannak itt meglepetések, ahogy mondtam, koszovói aranyról már beszéltünk, hogy nekik is van aranyérmük, de még Fidzsinek is van most már rögbiben, Szerbiának továbbra sincs érme. Ki az, aki hozhat most már Rióból hazaérmet, ki nyerhet először akár aranyat? Meg ugye hát a horvátoknak például, hogy közelebbi példával éljek vele, nekik is van már 2 aranyuk. Hát akár a birkozók ugye megkezdik a hétvégén a szereplésüket, 2 vajdasági magyar sportoló is szőnyegre lép, ugye Nemes Viktor és Friz Krisztián is esélyes lehet akár az érem szerzése is, szerintem. A sportlövőket sajnálom, ők közülük ma sem sikerült senkinek döntőbe jutni, ők valahogy mindenki, ha úgymond alul teljesített, ez nem tudom minek köszönhető, lehet a körülmények olyanok Rióban, ezt nem tudhatjuk. Hát a kajakosok még ezután jönnek, ott lehet szintén akár érmes is. Itt van például Benedek Dalma. Például Benedek Dalma is, igen, de több számban is odaérhetnek a szerbiaiak is az érmesek közé kajakkenúban, úgyhogy remélem, hogy azért bővül majd ezeknek az érmeknek a száma, amely eddig nulla ugye a magyar, vagyis a szerb fél. Nos, meglátjuk, bízunk a jó szereplésben, láttuk, hogy ma jó eredmények születtek, nézzük, hogy mi történt tegnap. A
A riói olimpiai játékokon csütörtökön Berecz Zsombor szolgáltatta a legkellemesebb magyar meglepetést, aki kitűnő szereplése miatt összetettben feljött a harmadik helyre hajóosztályban. Bár a vitorlás szakmában jártasak nagyon nincsenek meglepve Berecz eredményein, a játékok történetében Magyarországnak eddig egyetlen érmet sikerült szereznie. Így egy dobogós hely könnyen az olimpia egyik legkellemesebb meglepetése lenne. A szörfösöknél Csolnoki Sára a 22., Gádorfalvi Áron pedig a 28., 9 futamot követően. Cseh László és Hosszú Katinka is kiharcolta a döntőbe jutást az esti programban. Így a pénteki napon egymást követően döntőzik Hosszú Cseh és Kapás Boglárka. Hosszú Katinka országos csúccsal az elődöntőben a legjobb időt úszva jutott be a 200 méteres hátúszás szombaton hajnalban kezdődő döntőjébe a riói olimpián. Cseh László 100 méter pillangón a negyedik idővel jutott a szintén szombat hajnalban kezdődő fináléba. A Simon Béla Juhász Adrián férfi kormányos nélküli kettes 9. lett az összesítésben, mivel harmadikként haladt át a célvonalon a B döntőben. A csütörtöki versenynap legjobb eredménye a tatamin született. A kétszeres Európa-bajnok cselgáncsozó Jó Abigail ugyanis a 7. helyen végzett. Az Európa-bajnok magyar női vízilabda válogatott a második fordulóban 11-10-es vereséget szenvedett a spanyol csapattól. Tollas labdában vereséggel kezdte meg a szereplést Sárosi Laura, míg sportlövészetben Miskolci Julianna képviselte a magyar színeket, a 22. helyen zárt. A csütörtöki nap a szerb sportolók számára szinte szabad napnak számított. Csak két sportágban versenyeztek. Az evezősök szálltak vízre, Milos Vászics és Nenad Begyik, valamint a céllövők próbálkoztak bejutni a döntőbe. Utóbbiakat éremesélyesnek tartották, azonban Ivana Andjusic Maximovic a londoni olimpia egyik érmese és Andrea Arsovic lecsúszott a döntőről. A tegnapi nap tehát kisebb csalódást okozott nekünk, de mielőtt ennek elemzésével belekezdenénk, megmutatjuk még egyszer, hogy mi is volt a mai kérdésünk, aki esetleg a műsor elején nem látta. Nos, a mai kérdésünk úgy szól, hány győzelmet aratott eddig a riói olimpián a szerb férfi kosárlabda válogatott, A egyet, vagy pedig B egyet sem, és annyit segítünk, hogy nem szerepelnek valami fényesen a férfi kosárlabdázók eddig az olimpián. Aki tudja a helyes választ, az a Facebookon üzenetek formájában küldje el, és nem sokára az is kiderül, hogy ki nyer. Most pedig akkor térjünk rá a tegnapi napra kicsit. Arnold, mondtuk itten a céllövőket, hogy nem nagyon sikerült nekik ez az olimpia. Köztük olyanok is, akik érmet nyertek Londonban. Szerinted minek tudható ez be? És hogy volt erre kihatással Djokovicnak a korai veresége, hogy ez lenyomta kicsit a hangulatot a szerb csapatban? Hát szerintem ez ilyen módon nem hatott ki rájuk, mindenki saját dolgával van elfoglalva. Igazából semmilyen elemzést nem olvastam még magyar és szerb oldalon se, hogy milyennek az eredménye, mert a szerb és a magyar céllövők is esélyesként érkeztek. Sidi Pétert is esélyesek között emlegették, Péni István ifjúsági világbajnoki címet szerzett nemrégiben, hogyha jól emlékszem, őt is odasorolták, de a szerb oldalon szereplőket is. Nem tudom, milyenek lehetnek a körülmények. Én ma olvastam egy tollas labdázót, hogy beszakadt alatt az edzőteremben a parketta, meg ilyen dolgok. Igen, úgyhogy sok mindenre volt panaszt, ugye, rossz vízre is. Ugye, amit mi látunk a kamerákon, azok a legjobban megépített, legszemrevalóbb létesítmények, hogy most a háttérben hogy néznek ki ezek a dolgok, mihez vannak a sportolóink hozzászokva, ezt én nem tudom igazából. Lehet, hogy az is kihatással van most rá, hogy milyen elhelyezés, milyen kivel mennyit törődnek, nem tudom. Mindenesetben alul teljesítettek ezt. Igen, tehát van kudarc is, de van mondjuk sikeres sportág is, mint amilyen a női röplabda. Gyula, nem tudom, mennyire áll ez közel hozzád, de a női csapat 3 győzelmet is aratott, 3 maximális győzelmet ma délután is nyertek Kína ellen. Tőlük vársz esetleg érmet, milyen eredményre számítasz? Hát a röplabda az hagyományosan jól szokott szerepelni, a szerb röplabda válogatott. Emlékezzünk csak annak idején, a férfi röplabda válogatott annak idején olimpiai bajnoki címet is szerzett, nem is olyan rég.
Én azt gondolom, hogy ők is éremesélyesek, csak úgy, mint a vízilabda válogatott is. Azt gondolom, hogy nem kell különösebb jelentőséget tulajdonítani annak, hogy az elején a válogatott botladozik. Én továbbra is azt gondolom, hogy a szerb vízilabda válogatott a fő esélyese az aranyéremnek. Igen, és itt a labdasportok Szerbiában a úgymond legnépszerűbbek. Itt van a kosárlabda is, hölgyek is, férfiak is. Ma például a férfiak majd Amerikával játszanak. Mit vársz tőlük? Ugye egy világbajnoki ezüstérmes csapatról van itt szó. Hát igen, azért az Egyesült Államok kosárlabda válogatottját nem egyszerű megverni, legyőzni. Tudjuk, annak idején a Dream Team az érkezett először az olimpiai játékokra, aki abszolút az NBA liga a legjobb játékosaiból állt. Ők nagyon-nagyon jók voltak, és azt gondolom, hogy ez a válogatott, ha nem is éri el azt a szintet, de a többieknél lényegesen jobb. Láthattuk az ausztrálok elleni mérkőzést, ahol az ausztrálok két negyeden keresztül vezettek, de aztán a végén mégiscsak 10 gólos vereséget szenvedtek. Én azt gondolom, hogy a szerb kosárlabda válogatottnak egy tisztes helytállás és egy nem túl nagy arányú vereség is siker lenne ezen a mérkőzésen. Igen, akkor most térjünk vissza kicsit a magyarokra. Ugye nagyon jól szerepelnek, legjobb európai csapat eddig az olimpián, az éremtáblázaton eddig, ahogy állnak. Arnold, szerinted minek köszönhető az, hogy a magyar sport ekkorát tudott fejlődni az elmúlt időszakban? Hát a vívás, a magyar vívás mindig is erős volt. Tehát azt hiszem, hogy például a Szilágyi Áron kategóriája a férfi kardban a az olimpiák nagy részét magyar kardozó nyerte, vagy legalábbis az érmesek között ott volt. Az úszás szintén a vívás a legerősebb magyar olimpiai sportág, valami 90 körüli éremmel. Az úszás ott van az első háromban, hogyha jól emlékszem, tehát hagyományosan erős sportágak, de az úszó számoknál meg ugye egy különleges személy föltűnt London óta, hosszú Katinka, London előtt abba akart, vagyis jó, London után arról beszéltek, hogy abba akarja hagyni, stb. Föltalálta magát, és most látjuk, hogy Kenterbe veri a világot. Amerikában is őt tartják egyébként az úszószámok királyának most ezen az olimpián, nem Ledeckit, nem Phelpset, mert annyira kiugró teljesítmény, főleg az előző olimpiához viszonyítva, nem lehet mellette szó nélkül elmenni. Hát igazából személyiségeknek köszönhető. Nem tudom, hogy ez mennyire... Hát a szakmai munka is biztos ott van mögötte. A magyarok úgy néz ki, hogy egyszerűen olimpiai sportágokban rendkívül erősek a nemzet nagyságához viszonyítva mindenki. Most tehát a tegnapi nap nem sok eseményt hozott magyar és szerb szempontból, érmeket sem, de a mai versenynap annál izgalmasabb lesz. Nézzük meg, hogy mit is láthatunk a programon. Sűrű nap vár a magyar és a szerb sportolókra a riói olimpia pénteki versenynapján. Harcsa Zoltán ökölvívó 75 kg-os súlycsoportban délután 6 órakor lép szorítóba a kubai Arlen López ellen. Szörf is lesz ma Rióban. A férfiak mezőnyében Gádorfalvi Áron és Vadnai Benyámin, a nőknél pedig Csolnoki Sára és Érti Mária birkoznak meg a Copacabana hullámaival. Ezt követően az úszóké lesz a főszerep. Délután fél hét környékén a női 50 gyors előfutamában Molnár Flóra bizonyíthat. Ezt követően 1500 méteres gyorsúszásban a férfiak mezőnyében 19 óra 56 perckor Rasovszky Kristóf, 20 óra 10 perckor pedig Gyurta Gergely ugrik medencébe. A férfiak 4x100 méteres vegyes váltójában is ma rendezik az előfutamokat. A magyar váltóban Balogh Gábornak, Bohusz Rihárnak, Cseh Lászlónak és Gyurta Dánielnek szoríthatunk. Az igazi izgalmak azonban megint a hajnali órákban várnak majd ránk. 3 órakor hosszú Katinka 200 méter háton negyedik riói aranyáért úszik. Az úszószámok királynője után Cseh László 100 méter pillangón szerezhet újabb érmet Magyarországnak, amely még arany is lehet, amennyiben Cseh felülmúlja az immár 22-szeres olimpiai bajnok amerikai Michael Phelps-t. Ezt a számot követi a női 800 méteres gyorsúszás, amelynek döntőjébe Kapás Boglárka a második legjobb idővel kvalifikálta magát. A szerbeknél is lesz kiért szurkolni. A női kosárlabda válogatott délután 4:30-kor játszik Kína ellen, ahol a győzelem kötelező. A férfiak mezőnyében pedig igazi derbire készülhetünk, hiszen a világbajnoki ezüstérmes Szerbia a világbajnoki és olimpiai címvédő Egyesült Államokkal mérkőzik meg. Az összecsapás éjfélkor kezdődik.
Érdekességnek számít, hogy a Dream Teamként is ismert amerikaiak már 10 éve nem kaptak ki az olimpiákon. Ennél is fontosabb mérkőzést játszik ma hajnali 3 órakor a szerb férfi vízilabda válogatott, amelynek tétje az életbe maradás. Dejan Savić csapata ugyanis az első 3 mérkőzésen mindössze 2 döntetlent és 1 vereséget tud felmutatni. Szerbia a korán sem kispályás Ausztráliával mérkőzik meg. Lesz tehát kinek szurkolunk este és a hajnali órákban is. A tévénézőknek pedig megköszönöm, hogy játszottak velünk. Sokan tudták a helyes választ, azt hiszem, hogy nem is volt nehéz. Nem sokára pedig az is kiderül a műsor végén, hogy ki nyert ma nálunk. Most pedig akkor nézzük meg, hogy mi is lesz itt ma. Kezdjük talán az úszással. Hajnali 3-kor Katinka, Laci és Kapás Boglárka is medencébe ugranak. Neked, Gyula, mi a véleményed eddig a magyar úszók eredményéről? Ugye csak Katinka, aki hozott érmet. Hát itt igazából véleményem szerint hosszú Katinka az, aki igazán jól szerepel és a képességeihez méltóan szerepel. A többiek véleményem szerint alul teljesítenek eddig. Ahhoz képest, hogy az Európa bajnokságon milyen eredményeket tudtak felmutatni, vagy akár a magyarországos bajnokságon milyen időeredményeket produkáltak, ahhoz képest visszaesés tapasztalható. Bár még nincs vége a úszásnak sem az olimpián, még várható esetleg Érem Cselászlótól, vagy Kapás Boglárkától, vagy akár Risztov Évától is a végén, de ha ez így marad, ez szerintem kudarcnak fogható fel, hosszú Katinkát kivéve, még egyszer mondom, akiről viszont nem is vártak ennyi aranyérmet, de várjuk ki a végét, tehát lehet ez még sikertörténet is. Igen, nos, a 3 Katinka arany mellett még Kenderesi Tamásnak van egy bronzérme, előtte nem is hallottuk a nevét. Ő 1 döntőben úszott Phelps-szel és Cselászlóval. Cselászló 7. lett ebben a számban, minek köszönhető ez szerinted? Hát véleményem szerint itt is a formaidőzítéssel lehetnek problémák. Én azt gondolom, hogy ők az Európa bajnokságra időzítették a csúcsformájukat, és itt az olimpiai tornára úgy látszik, hogy már nem úgy sikerült a felkészülés valami miatt, ahogy kellett volna. Kenderesi nem annyira meglepetés, ő ifjúsági olimpiai bajnok volt, tehát ez inkább a közvélemény számára ismeretlen volt eddig, de úszó berkekben ő eddig is ismert név volt, és azt gondolom, hogy mindössze 19 éves és a jövő előtt áll, és azt gondolom, hogy következő olimpián már aranyérmet is remélhetünk tőle. Tehát van benne lehetőség. Biztosan. Most pedig akkor nézzük a szerb csapat sportokat, ugye a hölgyek és a férfiak is játszanak. Arnold, a hölgyek Kína ellen, az kicsit könnyebb mérkőzés lesz, valószínűleg nyerni is fognak, de ami izgalmasabb lesz, Amerika ellen játszik a férfi csapat, ugye ez a VB döntő megismétlése. Milyen esélye van ennek a szerb csapatnak, hogy nem muzsikáltak valami nagyon jól? Hát, ahogy én visszaemlékszem arra a világbajnoki döntőre, kb. Ugyanarra számítok, talán kicsit szorosabb mérkőzésre, mint abban a döntőben, mert ott hagyták őket kilődözni magukat. Egyszerűen ez az amerikai válogatott egy európai kosárlabda terepen, tehát egy európai kosárlabdához mért pályán verhetetlen. Ők 2 pontos pozíciókból haigálják 3 pontosokat, ugye az amerikai pályákon, az NBA-ben kb. 1,5 méterrel van kiebb a 3 pontos vonal, tehát ő nekik ez gyerekjáték, hogyha fordítani akarnak, problémában vannak, akkor elkezdik a 3 pontosokat szórni, és verhetetlenek. Tehát egyszerűen 82 meccset játszanak szezononként legalább az NBA-ben, olyan versenyterhelésük van, amit egy másik kosárlabda nemzet sem mondhat el magáról. Arra te sűrűn szoktál fogadni úgymond váratlan sporteseményekre, akkor most Szerbiára nem raknál föl pénzt? Semmit. Semmit. Akkor nézzük most a vízilabdát, ugye ez a legfontosabb talán a szerbeket, illetően hajnali 3-kor játszanak úgymond élet-halál mérkőzést Ausztráliával. Gyula, minek köszönhető ez, hogy ide jutott ez a szerb csapat, hogy már a csoportban a továbbjutás ellen küzd, hogy tovább juthasson? Hát amit látják itt a torna elején, azért kiegyenlítettebbnek tűnnek a csapatok. Egy gól ide, egy gól oda. A magyar válogatottat, ha megnézzük, az utolsó másodpercekben veszített el 2 pontot, a görögök ellen és az ausztrálok ellen is. Tehát azért a szerbek ellen is akár, így van. Tehát itt egy gól ide, egy gól oda, tehát ilyenek döntenek, de én azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen azért a szerbek minden további nélkül nyerni fognak. Az ausztrál csapat jó csapat, sokat mozog, nagyon jól úsznak, de azt gondolom, hogy sem játéktudásban, sem fizikai felkészültségben azért nem veszik fel a versenyt a szerbekkel. Ez a mai mérkőzésen, a japán-magyar mérkőzésen jól látható volt, tehát a magyar csapatban például a két center az 2 méter 3 centi, a Dekker Attila a hátsó back 2 méter 4 centi, de az összes többi játékos inkább 190 centiméter fölötti magassággal rendelkezik, de inkább 195 és 2 méter magasságúak, amihez még társul egy 100 kg feletti kilogram is.
Ezen kívül nagyon jól úsznak, nagyon jó a technikai felkészültségük, ugyanez elmondható a szerb csapatra is, tehát őket azért nagyon-nagyon nehéz megverni. Ha igazán komolyan veszik ezt a mai mérkőzést, már pedig muszáj neki komolyan venni, és azt gondolom, hogy nyerni fognak mindenképpen. Én erre a mérkőzésre merni fogadni mindent. Ez egy másik találkozó. Akkor még csak a szerb csapat teljesítményének kicsit térjünk vissza, ugye kikaptak Brazíliától, Arnold, ecseteljük kicsit a nézőknek, hogy ez a brazil csapat mennyire brazil, akitől kikaptak a szerb vízilabdázók. Hát például a kapuban ott van a Slobodan Szóró, aki több világeseményen is állt a szerb válogatott kapujában. Ő le is nyilatkozta, hogy valószínűleg sokat tudtak meg a szerb csapatról a brazilok által. A szerbek valószínűleg azért kevésbé ismerték ezt a brazil csapatot. A horvát szövetségi kapitányuk is például a braziloknak, nem sok brazil van a medencében. Hát nem sok. Én nem mondanám azért, mert a horvát centerük van, a szerb kapusuk, van egy spanyol honosított játékos, aki ugyan Rio de Janeiro-ba született, éppen a többiek azért spanyolok. Tehát azért nem, vagy brazilok akarom mondani, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy nem brazil csapatról van szó. Szóval van három honosított játékos, akik közül az egyik azért megfelel a brazil követelményeknek is, mondom, ott is született. Igen, most meglátjuk, tehát bízunk benne, hogy a szerb vízilabdázók ma nyerni fognak, és akkor Magyarország-Szerbia tovább jut. Most pedig akkor megmutatjuk a kedves nézőknek még egyszer, hogy mit is lehetett nálunk nyerni. A riói nyári olimpia alatt nézze az öt karikát, és nyerjen minden nap bögrét, sapkát, vagy vigye haza heti nyereményeinket az Europetro töltőállomás 31 liter üzemanyag vásárlására szóló utalványát. Nézze a műsort, kövesse Facebook oldalunkat, és nyerjen az öt karikával! Mai játékunkban tehát azt kérdeztük, hogy hány győzelmet aratott eddig a szerb férfi kosárlabda csapat. Nos, a helyes válasz az A volt, tehát egyet. Ezt sokan tudták. A győztesek népsora pedig, aki ötkarikás sapkát nyert, Harmat Kata, aki pedig ötkarikás bögrét vihet haza, Rudics Ervin. Nekik gratulálunk nyereményüket. Hétköznaponként reggel 8-tól délután 4-ig személyesen vetik át a Pannon Marketingben. Nektek köszönöm, hogy befáradtatok. Várunk benneteket még a következő műsorokba, és estére jó szurkolást. TV nézőknek is ugyanezt kívánom. Holnap is jön az ötkarika, tartsanak akkor is velünk, további szép napot.